Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Echo TV-n a Tapsen című műsorban. Amint látják, én nem Kerényi Miklós Máté vagyok, hanem ismét Brass Bence. Nagyon örülök, hogy újra én vezethetem a mai műsort. És hogy miről is fog szólni a mai műsor, remélem már hallottak róla, hogy a Budapesti Operett Színház egy nemzetközi operett és musical fesztivál keretében mindenkit vendégül lát, vendégművészeket Ausztriából, Romániából, Oroszországból. Erről fog szólni a mai műsor, kukkancsunk bele! Az igazság az, hogy már régóta foglalkoztat, hogy ilyen típusú zenés színházi fesztivált létrehozzunk Budapesten. Én nagyon hiszek abban, hogy ez egy olyan város, ami méltán lehetne Európa egyik zenés színházi fellegvára, fővárosa. Londonon kívül sehol nem játszanak ilyen szinten musicaleket, operetteket, modern és régebbi táncszínházakat. Azt gondolom, hogy ez remek hely, és itt most nyílt egy kis alkalom, hogy egy hétig vendégül lássunk egy csomót külföldi társulatot, és közben mi is játszunk. És azt hiszem, hogy a közönség számára ez nagyon-nagyon izgalmas, és talán felhívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy turisztikai szempontból, mind belföldi, mind külföldi turisztikai szempontból is nagyon-nagyon fontos. Túl mindezen, egész Európában nincs egy igazi zenés színházi fesztivál. Tehát tulajdonképpen ebben egy kuriózum lehetne. Egy különleges kuriózum lehetne az, hogy Budapesten itt van egy olyan fesztivál, ahol operettek, musicalek, különböző táncszínházi dolgok megszólalnak. Most első alkalommal azt mondhatom, hogy a barátaink, a testvérszínházaink vesznek részt ezen a fesztiválon. Szentpéterváról a zenés, musical és operett színház érkezik, Bukarestből a Dacian operett és musical színház jön, a kolozsvári opera vendég szerepel, Marosvásárhelyi Egyetemnek a stúdió tagozata, a berlini zenés színháznak a csapata, és hát a mi saját kollekciónk, az egész megfűszerezve a csíkszeredai játékszínnel, ami számomra nagyon nagy boldogság, hiszen ez egy nagyon kis színház Romániából, és egy ilyen kis prózai színház játszik egy valódi magyar musicalt. Tehát ebből áll össze a program. Hát az, hogy lesz folytatás, ez nem csak a Budapesti Operett Színházon múlik. Igazából véve nagyon jól tudjuk, hogy a színházhoz pénz szükséges. Egy ilyen fesztivál nagyon sokba kerül. Én azt gondolom, hogyha sikerül meggyőzni a turisztikai cégeknek és az ide vonatkozó embereknek a nagy többségét, akkor fognak erre áldozni. És fogják látni, hogy ez valami olyan dolog, ami egy-két évig befektetés, de a harmadik-negyedik évben már vissza fog térülni a pénz. És nagyon könnyen lehet, hogyha ez tényleg beüt, és Budapest egy ilyen zenés, színházi, kulturális főváros lesz, akkor ez egy pezsgő, igazi turisztikai központot eredményezhet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne. Ami egy nagy különlegessége ennek a fesztiválnak, hogy nem csak vendégművészeknek adott otthont a Budapesti Operett Színház, hanem egy olyan különleges produkcióval is készült, hogy a Bukaresti Nemzeti Operett Színház és a Budapesti Operett Színház egy koprodukció keretében létrehozta a Romeo és Julia című musicalt, ahol két nyelven adták elő az előadást. Például Romániából jött a Tibált, Capulentné, és még nagyon sokan, nézzünk bele a próbába. Romeo-t keresed? Hát nem is értelek! Focsánál akkor megmondjuk. Vaj, mi lesz, hogy nem mondja ezt te? A fémé játul! Biztos hallgatom! Nem palac! Bocska téged! Nem tudom, hogy mi legyetek a becsenyet, valók ki fogom! Nem. Vissza, hogy kárt lakább nem tudsz. Lent rögt, lent rögt, imádnál. Hol van Romeo? Nem nagyon értem, amit a kedves kollégák prezentálnak románul, de megpróbálunk összehangolt munkát végezni. Érdekes, nagyon érdekes. És ahogy ezt most hallottad a hívóból is, egy nagyon a tanárónak a szavaival élve egy nagyon izgalmas munkafolyamatban vagyunk benne, és hát nagyon sok humorral telik a próba, hiszen nagyon sok vicces jelenet szülődik. Most például, amikor
volt a Dajkával a jelenet, a haha, akkor a legyezős történet, amikor megpróbáltam visszautánozni románul az ő mondatát, akkor harsogtak a kollégák a nevetéstől, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas és egy nagyon jó kis előadás elébe vágunk. A Rómeó és Júliát Bukarestben is és Budapesten is az én rendezésemben játsszák, ugyanaz a rendezés, és egy kiváló alkalom arra, hogy a Rómeók és az egész Montagu család magyar szereplőkkel, a Capulet család Júlia román szereplőkkel valósuljon meg. Lőrinc barátot és Escalus kormányzót pedig ugye két nyelven játsszuk. Azt hiszem a Róma és Júliánál aktuálisabb darab arra vonatkozóan, hogy népek, nemzetek, családok közti ellentétek és gyűlölködések igazából nem tarthatók fenn, és hogy a szerelem az minden ilyen típusú gyűlölködést és minden ilyen típusú őrültséget átüt és átvisz. A Rómeó és Júliánál ennél jobb példa nincs, és én azt gondolom, hogy ez ma, itt és most, Közép-Európában még mindig nagyon nagy. Júlia produkciót próbáltuk. Ennek régi története van már, nem tudom, pár évvel ezelőtt bemutattuk Bukarestbe, egy az egybe azt az előadást, amit Kerényi Miklós Gábor itt Budapesten megrendezett. Ennek a betanítását annak idején odakint én végeztem, és amikor a vázlatosan föl volt rakva, akkor érkezett meg a tanár úr, aki művészileg rendbe rakta a színészeket, és ez az előadás, ez a vegyes román-magyar nyelvű előadás, tulajdonképpen ez egy kipróbált előadás. Két nyelvű külön kiadása ennek az előadásnak, amit Keró rendezett szintén Bukarestben, 2009-ben volt ennek a bemutatója, és azóta játsszuk, mi is. Volt rá példa, hogy ezelőtt két évvel, ha nem csalódom, akkor ugyanitt játsztuk el a két nyelvű előadást, ennek határtalan sikere lett, és akkor most megismételjük ugyanezt, tehát mi Capulettek jöttünk Romániából, és románul fogjuk játszani, a Montagu pedig magyarul, az összekötő fonal, híd pedig a Lőrinc barát lesz, aki úgy szintén kollégám Demeter Andrés két nyelven fogja játszani, és a herceg, a Verona herceg. Valahogy így volt ez a múltkor is, hogy nagyon érdekes feszültségek születtek a színpadon, amikor románul ordítottam rájuk, ők meg visszafele magyarul. Tudni kell Kerényi Miklós Gáborról, hogy ő nagyon sok fele dolgozik külföldön is, és nagyon-nagyon komoly rendszerbe rendezi meg az előadásait, és megköveteli a művészektől, hogy
azokat a motivumokat, amiknek, tehát hogy A-ból B-be érkezni, pontosan ugyanakkor kell. Az, hogy egyébként a színészi játék maga az milyen, az egyértelműen azért óhatatlanul picit más. Ugye más nyelven játszódik a produkció, nem egy az egybe nyers fordítással van megcsinálva, tehát románul sem ez az előadás, és vannak pici-pici nyuanszni dolgok, de ez azért nem zavarja mégsem a román-magyar előadást, mert viszont a mozdulatsorok azok mindig ugyanoda jutnak el. Tehát a zene végére ér oda, akkor esik össze, akkor ejti le a kezét. Tehát hogy ezek a dolgok nagyon precízen vannak beállítva. Egyébként a román színjátszás egy picit valóban más, mint a miénk. A mi színjátszásunkban én azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon erősen van kidolgozva a drámaiság. A románoknak egy picit ez olyan nekem újabbá tűnik, hogy könnyedebb, de csak azért lehet, hogy azért, mert nem értem a nyelvet. Kapuletek lesznek most a bukarestiek, de azért érdekes ez a dolog, mert köztük van egy-két olyan színész, aki magyarul is tud, meg románul is, és vicces, amikor megszólal egy mondatban magyarul, majd a következő mondatot elénekli románul, és utána ez oda-vissza történik. Ugyanakkor most volt szerencsém próbálni velük. Sajnos nem én fogok játszani a román különítménnyel, de most legalább volt alkalmam belekóstolni, hogy azért ez mennyire nehéz, amikor ott áll velem szemben egy Júlia, aki románul beszél, tehát, és nem tud semmit magyarul, angolul is alig, és akkor a kommunikáció, ugye hát én magyarul mondom a magamét, ő románul mondja a magáét. Megszólal a zene, és mondjuk egy dalszövegnél már nem kérdés, hogy ő mit énekel, vagy mert annyira bennünk van, hogy így jön. Persze egy próba kell hozzá, mert muszáj, hogy összeérjünk. Mindannyian nagyon koncentrálunk, és nyilván ott vagyunk fejben, hogy ne kelljen sokszor megcsinálni, hogy meglegyen. És rajtuk azt látom, hogy mindenki tudja a dolgát, mindenki nagyon szeretné, mégis nyugodtak, lazák, és tulajdonképpen bármi történhet, ők meg fogják csinálni. Tehát ez a hangulat, amit érzek rajtuk, amellett, hogy egy ilyen nagyon temperamentumos, tehát a Capulet apuka megszólal, és azt érzem belőle, hogy mindjárt kiszaladok a színpadról, mert olyan erő van benne, tehát hogy ez tök jó, és ez szerintem egy nagyon erős előadás lesz, összekeveredve a mi magyar mentalitásunkkal. Mint már említettem, rengeteg vendégprodukciónak adott otthont a Budapesti Operett Színház. Most bele is tekinthetünk az egyik próbafolyamatba, az egyik előadásba, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem előadásába, Bernarda Alba háza. Beszélgettünk az alkotókkal, belenézhetünk az előadásba. Nagyon érdekes lesz, nézzük. Antonio Maria Benavides háza. Mostantól Bernarda Alba háza. Ha jól tudom, akkor ez egy operettfesztivál, és nemzetközi operettfesztivál, tehát különböző nemzetek találkoznak itt ebben az egy hétben. És
Én konkrétan az osztályfőnökömtől kaptam hírt erről, hogy mi meghívást szereztünk, hogy milyen úton, módon, azt én nem tudom, de nem is az én dolgom, ez a szervezés dolga, de nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és szerintem ez egy fantasztikus lehetőség nekünk, hogy megmutathatjuk azt, hogy mi mit tudunk, ez a kis csoport mit tud, és nagyon, nagyon jó itt lenni. Nagyon várom az egészet. Két napja érkeztünk meg Budapestre egy gyengéd 10 órás buszút után, Szerpentineken, Királyhágón és egyebeken át. És aztán meg volt szerencsénk megnézni a Csíkszereda Istenpénzét, illetve a Parasztoperát a Broadway stúdiósokkal. Azt hiszem, nem tudom azt mondani, hogy csupa móka és kacagás, hiszen Lorca darabjáról van szó, a Bernard Albaházáról, amit a szerző úgy írt alá, hogy asszonydráma, rengeteg nővel és némi tesztoszteron is lesz jelen az előadásban, ami egy különlegessége ennek a rendezői koncepciónak, amit Patkóiba rendezett. Én a mártíriót játszom ebben az előadásban. Nekünk a bemutatónk Szentendrén volt a nyáron, és utána mutattuk be otthon, tehát otthon repertoáron játszuk az egyetemen, a stúdiószínpadon, a kicsi stúdiószínpadon, meg két színpadon. Azon kívül voltunk most Színházvilágnapon Gyergyószent Miklóson, ott először próbáltuk ki ezt a stúdió előadást nagyszínpadi előadásként, és hát az egy nagy élmény volt, hogy működött, illetve hogy működött, mik erősödtek az előadásban, a viszonyrendszerek hogy változtak emiatt, meg hogy egyáltalán a hallgatók hangilag azt az óriási nagy gyergyói monstró művelődési házat be tudták énekelni. Voltunk vele elég sok helyen, most meghívást kaptunk a posztra, úgyhogy reméljük, hogy ez még így folytatódik, és nyilván most készülünk ezzel el a ma estire. Én 3. éven vettem át ezt az osztályt, azóta vagyok az osztályvezetőjük, ők most már mesterisek, tehát igazából 2 éve dolgozunk együtt, és 3. éven ajánlottam nekik a Bernardát, és így megcsináltuk ezt, ebből egy vizsgaelőadás lett 3. év végén, és a vezetőség megszavazta, hogy akkor ebből legyen repertoárelőadás, és így a következő évattól ezt repertoárban játsszuk előadásként. Áldj hát, és az Isten nyugtassa a lelked. Áldj hát, és az arkangyal Szent Mihály, és az ő áldott kardja. És tiéd az Úr dicsősége. Amen. Egy kísérletként indult, hogy egy Bernard Albát zenésként előadni ez nálunk, vagy azokon a vidékeken annyira nem megszokott, hogy klasszikusokat énekesbe, vagy egyáltalán ez a műfaj annyira nem ismert, vagy nem a közkedvelt otthon. És azt gondolom, hogy ez a kísérlet egy jó irányba vitt, mert úgy a klasszikusok újraértelmezésében, konkrétan most Lorca esetében, illetve hogy lehet zenésen megközelíteni egy prózainak megírt, és hát zene nincs abban az előadásban, a ma esti előadás értelmében, tehát nem énekelnek benne, de fűt benne a ritmus, a zeneiség, tehát itt nagyon jól tudott találkozni emiatt a próza, illetve a Lacuse-féle zene. Azt kell még róla tudni, hogy mi Lorcát csináltuk meg, tehát nem a musicalt csináltuk meg, hanem a Lorca darabot csináltuk meg, és ahova kérte, illetve ahova a dalok meg voltak írva, oda beemeltük a dalokat, helyzetbe hoztuk őket, de igazából mi nem a musical változatot játsszuk, hanem annak egy sokkal bővítettebb változatát, de szükségünk volt a musical változatra azért, hogy a dalok helyét pontosan meg tudjuk érteni, vagy meg tudjuk határozni. Teljesen
korban és attitűdben is különböző személyiséget kell megjelenítenem, mint én magam vagyok. De ettől kihívás. Én nagyon szeretem, mert meg kellett találnom azokat a közös pontokat, amik emberileg is és személyiségben passzolnak velem és Bernardával, és ebből a kiinduló pontból tudtam felépíteni azt, amit felépítettem. Hogy ez mennyire sikerült, ezt mindenki döntse el. Én nagyon jól érzem magam benne, és minden egyes előadás kihívás nekem. Számomra a legfontosabb az volt, hogy hogyan tudjam őt megsegíteni abban, hogy meg tudjon öregedni a színpadon. És igazából ez nem csak neki szólt, hanem itt mindenki valahogy megvénül, meg kiszárad a lelke, és ez ugyanakkor nagyon fiatal lányokkal történik most meg, és azt gondolom, hogy az átváltozása sikerült, tehát hogy ettől tud fiatalos maradni az előadás, viszont ez a fajta átváltozás, ez a fajta a felnőtt kort kihagyva gyerekből vénné válás, ezeket szépen megélik és megcsinálják színpadon. Talán a legfontosabb, hogy találjam meg az igazságát ennek a nőnek, hogy mitől lesz szerethető annak ellenére, hogy alapvetően milyen a figura, hogy mennyire szikár egy nő, és mennyire önfejű. De igazságérzetet kellett neki adnom ahhoz, hogy azonosulni tudjon vele a néző, vagy szimpátiát tudjon vele létrehozni. Ez fontos, hogy ne gonoszat játszak. Ez volt a legfontosabb. Az erdélyi magyar színjátszás nagyon erősen hat a román színjátszás. És ezt én plusznak látom. Nem mondom azt, hogy jobb vagy rosszabb a magyarországinál, egyáltalán nem más. És én azt gondolom, hogy egy színésznek nagyon fontos az, hogy sokrétű legyen a figyelme és a befogadó képessége. És nyitottnak kell lenni. Úgyhogy nagyon jó megtapasztalni másfajta kultúrákat, mert több rétegű lesz az, amiből táplálkozhatunk színpadon. Köszönjük szépen, hogy ma is velem és velünk tartottak. Remélem mindenki nagyon jól érezte magát, mindenki még ülne a tévé előtt, de sajnos a mai adásnak vége ugyan, de a következő adásban ismét engem láthatnak, amikor is ismét a Nemzetközi Operett és Musical Fesztiválról beszélünk, itt a Budapesti Operett Színházból. Tartsanak velünk legközelebb is!